világ végén minden újra kezdődik. A nap az óceánba merül, hogy reggel ismét felbukkanjon a látóhatár felett, és hirdesse a világnak a szomorú igazságot. Márai Sándor már nem él, nem lélegzik, nem álmodozik. Már nem ír. Szindbád nem találta meg a nyugalom könyvét, Odüsszeusz nem tért vissza Itakába. Csak az elhagyatott pálmák a San Diego-i tengerparton, ahol meleg déli szél fújdogál, mint egyik novellájában, egészítik ki némán a hely földközi tengeri hangulatát, ahol az író nyomai elvésznek. A 19. század vége fantasztikus volt. Megjelent a villanyáram, az első villanyégő, az első automobil, a gramofon, a telefon. Megváltozott a társadalom életritmusa, és egy társadalmi réteg, amely az egész európai kultúrtörténet meghatározója volt, fokozatosan megszűnt létezni. Márai Sándor 1900. április 11-én született. Hogy hogyan nézett ki akkoriban szülővárosa, arról Milan Kolcun író mesél nekünk. Keby sme tu stali vtedy, keď tu žil Márej, tak čo by sme mohli vidieť, ako vyzerali Košice v tých časoch? Treba si odmyslieť tieto sídliska a samozrejme ešte aj okolo centra to bolo užšie, čiže asi jedna desatina tejto plochy a ľudia, ktorí tam žili, tak tých bolo jedna pätina, 50 tisíc zhruba. Boli to najmä Maďari, teda aj sa hovorilo po maďarsky, ale skoro každý bol dvoj- alebo trojjazyčný. Takisto sa používala slovenčina a nemčina v Košiciach. Čiže okrem nich ešte by sme tu našli aj Rómov a takisto Židov. No a toto veľmi obohacovalo. Okrem toho, Košice boli tou obchodnou križovatkou a kultúrnym centrom, takže fakt boli druhým najdôležitejším mestom Uhorska a jedným z najvýchodnejších v Rakúsko-Uhorsku. A nevem Szabó Viktor. Én kísérem önöket végig azokon a helyeken, ahol Kassa híres szülötte élt és alkotott. Dél-Szlovákiából származom. A Pozsonyi Színház és Filmművészeti Egyetem 5. éves hallgatója vagyok. Bevallom, a film forgatása előtt nem sokat tudtam Márai Sándorról. Amikor a film alkotói hozzám fordultak, igencsak tétováztam, hogy van-e egyáltalán jogom, hogy a nyomába induljak. Úgy vettem, mint egy kihívást, és meghívtam magam mellé olyan személyeket, akik művének és életének jó ismerői. Szakmailag képzetteket és a szülővárosából valókat. Az alkotók nevében is remélem, hogy közösen megtaláljuk azt az utat. Nemrég még úgy hitték, hogy ott volt a szülőháza, ahol ma a Dargov áruház áll. Ma már tudjuk, hogy egy pár száz méterrel messzebb született. A márai művésznév, amelyet Sándor felnőtt korában vett fel az édesapja miatt, akinek nem tetszett, hogy fia művészi pályára akar lépni. Valódi neve Grossmit Sándor volt. A Grossmit családról egy hiteles szakember, Balassa Zoltán kassai történész mesél nekünk. Hát amikor Németországból bejöttek a 18. századba, akkor a bányászatban helyeztek el, ott szereztek tisztségeket, sőt megbecsülést, és nemesi előnevet, de Márát, amit aztán Márai Sándor választott írói, meg polgári nevéül is saját maga számára. Igen, és most itt állunk Márai Sándor szülőháza előtt. Mit kell tudni erről a házról, hol lehetett esetleg Márai ablaka, vagy hogy így nézett ki az egész azokban az időkben? Hát az épület egészen másképp nézett ki, még ha alaprajzában természetesen őrzi a régi háznak a mintáját. A mellette levő házzal összeépítették, tehát ez a
déli szárny volt a 6-os szám, Szegfi utca 6, Márai Sándor születésekor, ahol Márai Sándor a napvilágot meglátta, most a mellette levő házzal összeépítették, karitatív célokra használja az érsekség, az utcai frontján üzletek vannak, amikor Márai születésekor ablakok voltak, tehát az épület már azért nem egészen úgy néz ki, mint egykor. Testvérei ugye öten voltak testvérek, Márai a legidősebb, majd az egyik húga meghalt fiatal korában egészen, Radványi Gézából neves filmrendező lett, Gábor ügyvédként dolgozott, ő a közéletben különösebben nem vett részt, és hát akkoriban a lányok nem játszottak, nem voltak közszereplők, tehát Kató ugye férhez ment, családot alapított, és élte a maga polgári életét. Szóval mindenki a polgári. A polgári létben ugye a nagybácsi a jogász volt, annak fia, tehát Márai unokatestvére neves matematikus, tehát értelmiségi pályán mozogott a család. Márai egyik legkorábbi emléke az, hogy újszülött húga kiesett a dada kezéből, és meghalt. Sándor 2 éves volt, ekkor kezdte el édesanyja betegesen kényeztetni. Mészáros Tibor úr, a Budapesti Petőfi Múzeum munkatársa a Márai és apja közti viszonyról szól. Hát én azt hiszem, hogy ha valakivel igazán mély és jó kapcsolata volt Márainak, az az édesapja. Ez nem csak az írásaiból derül ki, de talán azokban tükröződik a legjobban, hiszen nem véletlen jelképszerű az, hogy az Egypolgár vallomásai második kötete éppen az édesapja halálával végződik, ami egyfajta olyan bélyeg és pecsét az ő életén és életművén, amely végig kíséri, és azt hiszem, hogy ő az, akiről nem véletlenül írta, és azt hiszem, ezt vallotta is, hogy az egyetlen ember, akihez valaha közön volt. 6 és 9 éves kora között nem járt iskolába, házi tanítója volt, Emma néni. Csak 1909-ben kezdi el iskolai tanulmányait, először a Premonterei rendfőgimnáziumában. Ezt az iskolát 2-szer elhagyja, és 2-szer tér vissza falai közé. Az iskolai rendszabály szerint a diákok nem vehettek részt irodalmi pályázatokon, és nem folytathattak nyilvános művészi tevékenységeket. Márai azonban már diákkorában világosan tudta, hogy írni akar. Hogy ez az, amit a sors számára rendelt. A Premontrei főgimnáziumot elhagyva a budapesti érseki katolikus főgimnáziumba megy, majd az eperjesi királyi katolikus főgimnáziumba. Márai Sándorról tudjuk azt, hogy Kassán, majd Budapesten, aztán megint Kassán, és végül Eperjesen járt gimnáziumba. Minek volt ez köszönhető, hogy ennyiszer váltogatta az iskoláit? Hát azt hiszem elsősorban annak köszönhető, hogy miközben, legalábbis a kezdeti években itt Kassán nagyon jó diák volt, jó tanuló volt, de aztán előjöttek azok az egyéni kezdeményezései, hogy úgy mondjam, amelyeknek következtében egy szigorú, fegyelmű iskolát, mint amilyen a kassai volt, el kellett hagynia. Az első, amikor elment innét Budapestre, ezt csak körülbelül tudjuk, hogy mi ennek az oka, de most a legjobb tudásunk szerint arról van szó, hogy szóvá tette azt az iskola önképzőköri lapjában, hogy micsoda dolog az, hogy a tanárok szóvá teszik, hogy esténként a diákok a korzón nem járhatnak sétapálcával és cilinderrel. Ez abban az időben, pláne egy egyházi iskolában nem volt megengedett dolog. Igen. Tulajdonképpen ennek köszönhető a második elmenetele is Kassáról, hiszen Kassáról Budapestre kerül, utána visszakerül Kassára, de aztán Eperjesre kerül. Ennek pedig valószínűleg az az oka, hogy 1916-ban a Pesti Hírlap kiírt egy pályázatot, egy novella pályázatot. Erre ő is beküldte álnéven, Salamon Ákos álnéven a kis novelláját, és mit ad Isten, megnyeri a Lukrécia fia című elbeszélésével ezt a pályázatot, és kiderült, hogy ez a Salamon Ákos nem más, mint Grossmit Sándor, azaz Márai Sándor, amit még a nagy tekintélyű édesapának sem nézhettek el,
és eltanácsolták a fiát innét ebből a gimnáziumból. Ez az oka, hogy aztán Eperjesre kerül, ahol aztán az érettségit is majd leteszi 1917-ben. Márai Sándor esetében az az érdekes, hogy a tanári kar annak ellenére, hogy nehezen kezelhető diák lehetett, felkészítette az életre, de akkoriban Magyarországon az iskolarendszer is nagyon magas színvonalú volt. A tanárok évkönyveket adtak ki, ahol tanulmányok jelentek meg, amelyeket mindmáig használnak, mint forrást, tehát egyéniségek voltak, és nem csak tanítottak, hanem neveltek is. És ez Márai esetében is önkéntelenül megmutatkozott, és így a világban is, tehát jól tudott tájékozódni, ugye latinul tanult, tehát közelebb állt az olasz nyelvhez is, könnyebb volt megtanulni, németül a családi körben is beszéltek, ugye a Kassán szokás volt a családon belül is németül beszélni, tehát nyelvet váltottak, és Németországban is ugye boldogulni tudott, hiszen ott a helyi újságokban is írt, és ez egy kis jövedelemforrást is jelentett a számára, mert ugye, ahogy maga is leírja, az apanás az gyorsan elköpogott, és akkor valamihez kezdeni kellett, hogy meg tudjon élni. És beszéltünk arról, hogy Márai Sándor ilyen rebelis, ilyen lázadó diák volt. Ehhez vajon fűződik-e valamilyen anekdota? Igen, hát azt hiszem a legjobb szó az anekdota rá, hiszen ezeket nem tudjuk igazából tényekkel alátámasztani, de az első, a Kassai Gimnáziumból való első elmenetele, akkor állítólag az történt, amikor közölte vele az osztályfőnöke, hogy el kell hagynia a gimnáziumot, akkor az egész osztály előtt azt mondta az osztályfőnökének, hogy fognak maguk még rólam tanítani a magyar irodalomban, és rácsapta az ajtót az osztályra. Most ez mint profécia bejött, de hogy így történt, azt persze nem tudjuk, de tény, hogy létezik egy ilyen anekdota. ...1918-ban hivatalosan Márai Sándorra változtatja a nevét. Ezen túl már ez az igazi személy azonossága. ...1919-ben Márai részt vesz a kommünben, amelyet levernek, és ő ismét szökésben van. Kassán és Prágán keresztül Lipcsébe kerül, ahol beiratkozik az Institut Zeitung Kundéba. Nem egész egy év múlva már majdna Frankfurtba költözik. Itt a Frankfurter Zeitung und Handelsblatt lapnak dolgozik, amelynek Thomas Mann és Theodor Adorno is munkatársa. Nem tudtam, hogy ifjúságom egyik legfontosabb állomáshelyét hagytam el, ahová azután soha nem tértem többé vissza. Ebben a frankfurti évben alakul ki bennem az a szemlélet vagy magatartás, amely örökre megszabta viszonyomat a munkámhoz és a világhoz. ...1921-ben Márai Berlinben él. Itt még tanul egy ideig, de rövidesen végleg abba hagyja tanulmányait. Berlinben félreérthetetlenül elkezdődött számomra az ifjúság, az az állapot, amelyet később az életben ezen a néven követelt vissza az ember. Minden nap arra ébredtem, hogy kezdődik számomra valami.
Berlinben felfedezi Franz Kafkát, akit 1921-ben elsőként fordít magyarra. Márainak volt néhány kedvelt helye. Ezek nem romantikus perifériák és külvárosok voltak. Szerette a kávéházakkal, társadalmi élettel, nyüzsgéssel, új gondolatokkal és kifejezési módokkal teli városokat. Párizsi tartózkodásunkat 3 hétre terveztük, de aztán 6 évig maradtunk. Miért? Nem tudom. Minden esetre maradtunk. Elmúlt három hónap is, és még mindig ott laktunk a Rue Vaugirardon, a kanális szagú szobákban, szekrény és fürdő nélkül. Pénzünk egyre ritkábban akadt. Lassan eladtuk mindenünket. Ruhadarabokat adtunk el, hogy vacsorázni mehessünk. Mindezt nem tartottuk romantikusnak, sem mulatságosnak. Pest félelmetes volt és visszataszító, durván idegen, beláthatatlan méreteivel, különös pesti szagával, hangos volt és ünnepélyes, mint egy színházi előadás, valószínűtlen kulisszaszerű. Úgy éreztem, az én szülővárosom miniatűrben igazibb város. Csak később tudtam meg, hogy jól gyanítottam. Inkább szegényesen, közönségesen hatott rám ez a nagyváros. Pest sistergett, mészfelhőktől porzott, minden utcasarkán épült. A nagy, boldog, gazdag birodalom fővárosának mutatós homlokzatát építették akkoriban lázas sietséggel, túlságos méretekben. Olyan üzletszaga volt ennek a nagy sürgésforgásnak. Pesten mindig a mi apró és finom városunkra kellett gondolnom, a reneszánsz homlokzatú házakra, a boltíves szobákra, s lesütöttem szemem zavaromban és szégyenemben a körút terpeszkedő sivár bérházai előtt. Pesten vidéki maradtam. Első perctől makacson vidékinek éreztem magam, tudatosan és sértődött gőgösen. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Budapesten! Örülök, köszönöm, hogy itt szépen. Van. Köszönöm. Ha megengedi, akkor egy kis magyarázattal tartozom először, hogy miért pont itt találkoztunk. Ugyanis ez az a hely, egészen pontosan, ahol 1935-ben, amikor Thomas Mann Budapestre látogatott, akkor Márai itt fogott vele kezet, mint most én önnel. Akkor ez egy történelmi jelentőségű hely. Így van. Thomas Mann maga is megemlékezik a naplójában, és azt írja, hogy nagyon melegen, barátilag fogadták őt Budapesten, több cikket is írtak erről a látogatásról, és hogy a legjobbat egy Márai Sándor nevű író írta. Márai Sándor munkásságára milyen hatással volt ez a találkozás Thomas Mannnal? Ez egy fontos találkozás volt Márai számára. Ez mondjuk a személyes vonatkozása a kérdésnek, de azt hiszem, hogy nem lehet elmenni szó nélkül a műre, az életműre kiható vonatkozásairól sem, hiszen nagyon hasonló témákat dolgoznak föl. Ugyanúgy a család, a származás, az ősök, a tradíció, a polgári hagyomány különböző kérdéskörei azok, amelyek foglalkoztatják mindkettőjüket. 1923 és 28 között Párizsban él, és aztán 1928-tól 48-ig 20 évet itt élt a Mikó utcában.
tulajdonképpen itt válik azzá az íróvá, akit ma a világ és a Magyarország is ismer. Igazából ekkor kezdődik el az az irodalmi életpálya, amelynek következtében megjelennek azok a kulcsfontosságú műveik, amelyeket aztán manapság mindenhol fordítanak. Ott lehet azt mondani, hogy a világ bármely részén már ismerik ezt a nevet, hogy Márai Sándor. Ez itt indult el, itt megtalálja azt a szűkebb mikrokörnyezetet, ahol ő emberként is és íróként is aztán majd működik. Hát itt vagyunk az író szűke pátriájánál, a Mikó utca fölött valamivel. Gondolok itt a Logodi utcára, ahol Kosztolányi Dezső lakott, aki barátja is volt, írótársa is volt. De mondhatnám a Krisztinavárosi templomot és környékét, illetőleg a vele szemben lévő Auguszt cukrászda, ami szintén egy állandó helye, vagy az egykori Philadelphia kávéház, ami sajnos ma már nem látható, mert lebontották. A nedves hőség úgy lebeg a Parlament és a Gellért hegy fölött, mint egy szennyes mosogatórongy. Ez a hőség áporodott és moslékszagú. Az utcáról belépve a török fürdő gőzfelhői csak nem hűsnek érzi a látogató. Itt van például egy fürdő látogatójegy, amiben az az érdekes, hogy 1947-es, tehát még a háború után két évvel is hozzátartozott az életformájához a fürdő. Végre egy kis levegő, gondolja a 60 fokos száraz légkamrában a meggyötört vendég. Odakünn lobog a nyár, mint a tűzvész. Ideben egyenletes a meleg, télen és nyáron, függetlenül a nyugat-európai levegő réteg áramlásától. Nyáron csak a bölcsek járnak a gőzfürdőbe. A fürge nép az uszodákban és a strandokon tolong most, a mesztelen testek zsibvásárában elvegyülve tűri, hogy a közömbös és kegyetlen hóhér, a nap, lassú tűzön pörkölje tagjait. A gőzfürdőben csend van, közöny és bölcsesség. Nincsenek sokan a bölcsek. A forró medencében két öreg úr ázik, a száraz légkamrában egy kövér ember olvas újságot. A bölcsek ide menekültek a hőség elől. Ez egyenletes, gépies és fegyelmezett hőségbe, ahol nem lázadhatnak fel az elemek. Egy árva gesztenye maradt, az eredetileg 12-ből, a halotti beszédben már csak 7 gesztenyefából, ez az egy látható. És itt van a Logodi utca, ahol Kosztolányi lakott, innét néhány lépésre tulajdonképpen, és hát összejárt a két házaspár is egymással, és ennek nyomát is őrzi Kosztolányinak egy ríme, amely így hangzik, remélem jól idézem, hogy szerelmes lennék Lólába, de félek, hogy kilóg a lólába. Kosztolányi is, és Márai is a politikától meglehetősen igyekezett távol tartani magát. Tehát sehova nem elköteleződni, mert abból író számára nem következhet jó. Ez például megint egy olyan közös pont, amit többé-kevésbé mind a ketten végig következetesen megtartottak az életük során. Legalább annyi párhuzam, sőt talán több párhuzam mutatkozik Márai és Kosztolányi között, mint amennyit Márai és Krúdi között szoktak kimutatni és bemutatni. A tabániak meglehetősen gőgös emberek. A Szarvastéren, abban a házban, ahol most a patika működik, 70 évet élt egy Tóni keresztnévre hallgató nagybátyám, bizonyos dohányjövedéki igazgató, aki arról volt híres Tabánban, hogy életében soha egyetlen egyszer sem járt oda át Pesten. Gyanús volt neki. Ilyen gőgös emberek ezek.
Jól sejthető az, hogy mit is jelentett számára az, amit a Válás Budán című regényében megfogalmaz egy ilyen emblematikus mondatban, hogy Budán lakni világnézet. Na most Márainál ez például úgy jelenik meg, hogy azt mondja, hogy csak akkor megy át Pestre, ha valami dolga van. De egyébként ő itt él Budán. Az ő sétáihoz ez kiváló terepet nyújtott, és hát természetesen nagyon sokszor témát adott írásainak is. A tabániak, akik lelkük mélyén meglehetősen megvetik az olcsó romantikát kereső pesti kirándulókat, és lenézik a szerelmes férfiakat, akik ilyen filléres hatással akarnak nőt hódítani, mint sét a tabánban, meglehetősen beletörődtek már a gondolatba, hogy a rendkívül piszkos és úgy a műemlék becsét, mint az üzleti lehetőségeket nélkülöző utcák sorát lebontják. Az akkori városvezetésnek ez a látvány nem annyira tetszett, ezért egy meglehetősen nagy városrész szerkezet átalakulás történt, és amellyel sajnos több olyan helyszín is elpusztult, ami márai, és hát sokak számára is fontos volt. Ilyenek voltak például a kiskocsmák. Itt volt a közelben például a Mélypince nevű vendéglő, ami maga egy irodalmi műintézmény volt, hiszen a vezetője tudatosan kialakította ennek a kiskocsmának azt az irodalmi körét, amely korra neves íróiból állt. Ide járt Kródi Gyula, többek között ide járt Márai. Lapjának, az újság nevű napilapnak a szerkesztőségéből többen, amiből tényleg látszik, hogy ez nem csak egy kis kocsma és annak egy értő vezetője volt Krausz Poldi, hanem jóval több annál, hogy vezetett egy vendégkönyvet. Ez egy nagy irodalmi ritkaság, és igazi becsben tartjuk. Először ő maga, Poldi írta bele a neveket, de ha egy picit vár, akkor megmutatom önnek. De itt van. Maga Mára is bejegyezte a nevét, egyébként többször előfordul benne. És ha belelapoz, akkor nagyon sok író nevével találkozhat, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek el ebben a nevezetes kiskocsmában. Például ezt a Mély pincét is szeretem, az ember tudja, hol van. Poldi regényeket tud mesélni a régi Pestről, amikor Poszpisil egy Wertheim kasszát a hátán vitt ki az újpesti zsidó temetőbe. De épp így szerethetném az Erzsébet hidat, vagy a szfinxeket az opera előtt. El tudom képzelni, hogy egy chicagói ember egy felhőkarcolót szeressen olyan elérzékenyülten, mint egy felvidéki a gömöri erdőket. Az ember olyan szerény, azt szereti, amihez hozzájut. Ebben a korban egyébként is óriási kultúrája, szó szerint kultúrája volt az írók között a különféle asztaltársaságoknak, és ez általában vagy kiskocsmában, vagy pedig kávéházban tömörült egy asztal köré. A kávéház az otthon egy válfaja volt, e szomorú, izgatott, kevéssé alápincézett, amerikásan felépített, nyugtalan és rétegezetlen, ügynökölő régi Budapesten. A kávéház telefonszám is volt, családi kör is volt, üzlethelyiség is volt, sőt, Parnasszus és Olimposz. A régi New York barokk gőgjével az új magyar irodalom fellegvára volt, osváttal, felvonó hidakkal, bástyákkal, lándzsás kritikusokkal és a jótékony Gyula főpincérrel, aki felírta a kis irodalmi imbiszt, és visszaadott olyan tízesből is, amelyet nem nyújtott át fizetéskor a vendég. E sorokat egy törzsvendég írja, aki mint 200 esztendeje majd minden magyar író összekötötte sorsát és munkásságát, bizonytalan életét és bizonytalan halhatatlanságát valamelyik pest-budai kávéházzal. Itt ülünk a híres Centrál kávézóban, Márai Sándor járt-e itt.
Egész biztos, hogy megfordult itt, de nem ez volt a törzs helye. Ha eljött, akkor valószínűleg azért, hogy esetleg Kosztolányival vagy Söpflin Aladárral találkozzék. Az ő viszonya nyugattal, amely a leginkább a centrálhoz kapcsolódik, meglehetősen laza volt. Babits Mihály kifejezetten rossz viszonyban volt. Aztán ez megváltozott valahogy a 30-as évek elején már tegező viszonyban vannak, sőt felismervén a nyugat jelentőségét. Tisztán látta, hogy Babits Mihálynak milyen hatalmas szerepe van a magyar irodalmi folyamatosságban. Nagyon ritka az, hogy Márairól látni lehet olyan fotót, ahol szerkesztőségben szerepel. Igen. Hiszen azt ne feledjük el, hogy körülbelül egy olyan 4-5 ezer újságcikke jelent meg, és ebben az időben már szerkesztőként is dolgozik a lapjánál. Ez pedig a Filmszínház irodalomnak azon száma, melyben a Kassai Polgárok című darabjának a bemutatójáról szóló kritika található, már a címlapon is Szörényi Éva a női főszereplő, és ott belelapozunk, és egy nagyon dicsérő, elismerő kritika. Megnéztük a költőnek legújabb színpadi művét, a Kassai Polgárokat, s lélegzett visszafojtva hallgattuk minden szavát, mert hamar észrevettük, hogy itt az egymásra következő mondatok sodrában, a dialógusnak még leglázasabb pillanataiban is minden szónak, minden attitűdnek, minden rezzenésnek mély és komoly értelme van. Egy ember hitvallását hirdeti. Jog nélkül nincs szabadság. Szabadság nélkül nincs élet. Ez az a ház, amit 1945-ben lebombáznak, de Máraiék előtte a német csapatok bevonulásával Leányfalura költöznek. Lényegében a kiépülő diktatúra elől mennek el, és hát persze egyrészt bújtatnak is ők maguk is embereket, tehát nem csak ők bújdokolnak. Másrészt pedig, ezt tudjuk jól az író naplójából, hogy több alkalommal szabályosan fölszökik ide Budapestre, a lakásba. Itt a bombázások közepette elkezd dolgozni a lakásba, és még meg is fogalmazza azt, hogy lehet, hogy ez lenne a legszebb halál, hogy itt meghalni munka közben. És még egy olyan esetről is tudunk, amikor készült, hogy ide jön a lakásába, és egy óriási nagy vihar ezt lehetetlenné tette, és utólag tudta meg, hogy a nyilasok itt jártak a házánál, és el akarták őt vinni. 45 után főleg kiskocsmákba járt. Részben azért, mert a kiskocsma 45 után átláthatóbb volt, a kávéház kevésbé, és hát akkor nem 3x3-asoknak hívták, valahogy biztos hívták azokat, akik meg voltak bízva az olyan gyanús elemek figyelésével, mit beszél, hogyan beszél, elégedette a rendszerrel, ott is tudták, hogy nem elégedett, miért nem elégedett, hogy nem elégedett. A lakására is küldtek ilyeneket, ennek vannak nyomai a naplójában is. És tulajdonképpen mi volt az a fő ok, ami miatt úgy döntött, hogy elhagyja az országot? Ez egy hosszú folyamat volt, ez többször 45 előtt is fölvetődött benne. Az a világ, ami itt 919 és 45 között az országban kialakult, az neki nagyon nem tetszett. Annak ellenére, hogy ez a világ biztosított neki olyan hihetetlen írói és társadalmi karriert,
márai bizonyos felső körökhöz is bejáratos volt. 45-ben ez megszűnt, itt történt egy nagy váltás, részben történelmi igazságtétel is történt. Márai elismerte ennek a szükségességét. Ugyanakkor az angol demokrácia volt az, amit Magyarországon üdvözölni szeretett volna, hát ezt egy kicsit az oroszok másképp gondolták, ezt a demokráciát, és hát az oroszok megfelelő csatornái szintén másképp gondolták. Az államosítást követő napok egyikén búcsúlátogatásra mentem a kiadóhoz. Elsőbben a raktárba mentem, ahol a raktárvezető zavart készséggel megmutatta könyveim raktárkészletét. Legutolsó regényem a közelmúltban jelent meg, és éppen ezen a napon a hivatalos lap, a Szabad Nép című kommunista sajtóorgánom egyik energikus ítésze életem egész munkásságát kártékony irodalomnak minősítette. Dübörgő nyomdagépek zúgják a magára talált népkitét. Új kultúráról, felemelkedő milliók kultúrájáról tesznek tanúságot könyvek, formák, alkotások. Az írói egzisztenciáját féltette, hiszen a magyar irodalom jelesei, ha más, ha meg akartak élni, például 48-49-től mondjuk grúz, meg tadzsik, meg kazaksztali verseket fordítottak a magyar nyersfordítás alapján, és abból meg lehetett élni. Vagy álnéven publikáltak, ilyen is volt. Mint író, mint polgár válik lehetetlenné a létezés. Ahogy ő mondta, hogy nem csak, hogy nem lehet szabadon szólni, és nem csak lehet szabadon írni, hanem szabadon hallgatni sem lehet. Amikor az útlevélhivatalban beadtam az igénylést, nem lehetett biztosan tudni, mi lesz a döntés. Két hónapba tellett, amikor megérkezett a válasz. Úgy döntöttek okosabb, ha nem zavarom jelenlétemmel a hazai irodalmi légkört, és utasították a hivatalt, adja ki az útleveleket. Az ügyködő hivatalnok szemüveges, aktázó ember volt, nem éppen barátságos, de nem is udvariatlan, átvette az illetéket, aláírta és lepecsételte az okmányokat. Sötétkék plasztikba kötött füzetke volt az útlevél, és a felzeten a Kossuth címerrel. Ezt figyelmesen megnéztem, mert gyanítottam, ez az utolsó okmány, amely hivatalos pecséttel bizonyítja, hogy magyar vagyok. Mint hogy nem volt már más hivatalos tennivaló, felálltam és az ajtó felé indultam. Most valami meglepő történt. A szemüveges hivatalnok is felállt. Elkísért az ajtó elé. Ott meghajolt és csendesen, közben a padlót nézte, ezt mondotta. A viszontlátásra. Lenyomta a kilincset, előre engedett. Aztán becsukta mögöttem az ajtót. A legvégére, ha odalapozol útlevélnek, akkor ott valami egészen káprázatos dolog. Gesztenyelevél. Igen, amit hát nem hiszem, hogy ne a nevezetes Mikó utcai gesztenyefáról lenne valamelyikről. És aztán belekezdett élete legnagyobb kalandjába. Hogy lehet valaki magyar író közönség nélkül? A Márai család egy taggal bővül. 1947-ben Máraiék örökbefogadják Babócsai Jánost. Nem egész egy év múlva már Zürichbe utaznak, majd Genfbe, végül Olaszországban telepednek le. A nagyváros két pofára zabál erről a hirtelen megterített terülyasztalkámról. Csemcseg, mintha ez a talmi jólét valóságos lenne. Az üzletek kirakataiban választékos ritka holmik.
A sikátor mellékutcákban fortyog és bugyborékul az emberi golf áram. A meleg, szagos és büdös, ízes és rothadó, választékos és romlékony emberi anyag. Az animálisan anyagiasnak és a gőgösen, arisztokratikusan spirituálisnak olyan vegyüléke, mint sehol másutt Itáliában. ...1951-ben megírja Halotti beszéd című versét. A magyar irodalomtörténet ezt tartja az első szamizdatnak, amelyet titokban terjesztettek. A Szabad Európa Rádió decemberben bemutatja Márai Kassai Polgárok című művének rádióváltozatát. A rádiójáték kezdő sorai a szocialista tábor emigránsainak mottójává vált. Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél. 1964-ben, 90 éves korában meghal Budapesten az édesanyja. 3 évvel később Magnóra mondja híres végrendeletét, amelyben utasításokat ad arra vonatkozólag, hogy hogyan bánjanak a műveivel. Mielőtt visszaviszem ezt a tép rekordet, amit tegnap kölcsönvettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemélyt, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. 1967. júniusában utoljára lép fel a Szabad Európa Rádióban, és Salernóba megy. Ott 13 évet tölt, és megírja egyik legnagyobb regényét, Föld, Föld címmel. Márai számára a város kulissza, amelyben megvan minden, amire történetei elbeszéléséhez szüksége van. És épp Kassa az a város, amely mintha még a polgárság, a multikulturalizmus utolsó bástyája lenne, és az olyan életmódé, amelyről az ember nem beszél, hanem éli. Mám pocit, že tie Košice ho istým spôsobom dráždili. Niekedy si to porovnával, rozmýšľal napríklad v básni Kasovia, aké by to bolo zrazu zažiť atmosféru v Schalkházu, aké by to bolo prejsť sa mestom. A od toho nebolo ďaleko k takým nadčasovým úvahám o celom svete. Košice mu slúžili aj ako taký model, že tuto mešťanstvo nejak správne funguje. Že košický mešťan ako keby bol zárukou takého zdravého vývoja ľudstva. A to je veľká vec, lebo čím viac cestoval, ešte sa k tomu vracal a nezmenil svoj názor, len sa v tom utvrdzoval. Amíg Magyarország ezen részén az orosz katonák és kommunisták uralkodnak, nem tér vissza, és nem engedélyezi művei kiadását sem Magyarországon. Mai viszonyok közt érthetetlen álláspont, lemondani a piacról.
1980-ban Kaliforniába, San Diegóba költöznek Lolával. San Diego első pillanattól megnyugtat. Felderít. Bizalmat érzek először Amerikában. A város nem nagy, 500 000 lakosa van, egyszabású, át lehet tekinteni. 1769-ben, amikor Padre Serra megalapította az első missziót, nem volt itt semmi. 100 évvel később, 1869-ben 12 ember élt itt. 4 évvel később meghal fivére Gábor és leánytestvére Kató. Ennek ellenére Reagan elnök az, aki 85. születésnapja alkalmából megemlékezik Márairól, és úgy köszönti fel, mint jelentős írót, nem pedig a magyar vagy csehszlovák elnök. Városa és anyanyelve barátai iránt érzett honvágya ellenére úgy dönt, nem tér vissza hazájába akkor sem, amikor a 80-as években mindenféle kiváltsággal kecsegtetik. A legnagyobb veszteség 1986-ban éri. Februárban meghal Lola, novemberben pedig fivére Géza. Egy évvel Lola után meghal örökbefogadott fia is, János. Márainak már semmije sem maradt a saját világából. Vajon mit gondolhattak az ismerősei, amikor az idős ember pisztolyt szerzett és lőgyakorlatokra kezdett járni? Talán azt hitték, biztonságban akarja magát érezni, miután jóformán egyedül maradt, vagy hogy ez az író egójának újabb szeszélye. Márai azonban akkoriban egy másik darab utolsó felvonását kezdte el írni. 1989. január 15-én a következő bejegyzést írja naplójába. Várom a behívót. Nem sürgetem, de nem is halogatom. Itt az ideje. február 21-én egy óra körül Márai Sándor pisztolyával véget vet életének. Hamvait a csendes óceánba szórják. A kommunizmus bukása hirtelen következett be, és sorra végig sodort minden országon. Márai Sándor azonban akkorra már magára maradt a pisztolyával. Bizonyára örült a változásoknak, de tudta, hogy az emberi gondolkodás megváltoztatásához több emberöltőnyi idő szükséges. Nem volt naív optimista. Márai meghalt, és műve eljutott azokba az országokba, ahol nem volt szabad lennie. És Márai egyre elevenebbé vált. A Máraival foglalkozó konferenciák tucatjai és könyveinek több milliós példányszámú kiadásai az elmúlt 20 évben azt bizonyítják, hogy az író halálára az a legjobb reakció, ha kezünkbe vesszük egy könyvét. Azt hiszed, házat építettél, spáját büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki megtötted az útszéli almafa árnyékában egy fél órára útközben. Tudja ezt, mikor terveket szövegetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben. Márai Sándor mára már korunk példanélküli jelensége. Műveiből filmet forgatnak. Minden országban találunk színházat, amelynek repertoáriában ott van valamelyik darabja, vagy dramatizált írása.
naplói legendásakká váltak. Csak most, hogy a volt szocialista országokban sorra fordítják le műveit, kezdjük felfogni, milyen embertől voltunk évekig megfosztva. Németországban és néhány más országban is márai kötelező olvasmány. A világ 100 legjelentősebb írója és a legtöbbet fordított szerzői közé tartozik. Márai Sándor, a Kassai.